Sziasztok! Mivel közeledik a karácsony, itt volt már az ideje a karácsony videóknak. Ez az első a csatornánkon idén, ami egy karácsonyi dekorációs videó lesz. Ebben megmutatom, hogy én milyen karácsonyi dekorációkat szoktam a szobámba használni, valamint kettő karácsonyi dekorációs DIY-t is mutatok nektek. Nekem a karácsonyi dekorációk leginkább gyertyákból és mindenféle fényekből állnak. Ahogy láthatjátok, a hátam mögött is van egy égősor, amit felraktam, hogy hangulatosabb legyen a szoba. És egyébként nagyon-nagyon szeretem a gyertyákat, mindenféle illatos gyertyát vagy illat nélkült, akármilyen jöhet, valamint az érdekes gyertyatartókat, amiket most megmutatok nektek, mert van egy kisebb gyűjteményem belőlük, és ezek a kedvenceim. Az első, az egyik kedvencem, ez az IKEA-s gyertyatartó, ami, ahogy láthatjátok, ilyen kis lyukacsok vannak rajta, amin keresztül a gyertyafénye átszűrődik. Én ezt sokáig nem is gyertyatartónak használtam, hanem félsztón tartónak. Aztán rájöttem, hogy ennek tök jó funkciója az, hogy ilyen szépen szűrődik át rajta, úgymond a fény, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem, és ajánlom mindenkinek, ez IKEA-s és beleragadt a gyertya. A második gyertyatartó, ami ilyen karácsonyosabb, ezt a Kikától kaptuk ajándékba, és ez egy ilyen, nem is tudom, hogy ez milyen üvegből van, nagyon speckó, mert hogyha az ember belerak egy gyertyát, akkor a fény az csak a, azt hiszem, hogy csak a fehér részen szűrődik át, és ezért tök jó ilyen, mint hogyha ilyen árnyjátékos lenne, nem tudom, hogy pontosan hogy csinálják ezt, hogy ilyen szép fénye legyen, de nekem nagyon tetszik. A harmadik, az egy lámpás, így néz ki, ez azt hiszem, hogy Butlers-es. A szülinapomra kaptam, de szerintem a Butlers-ből van, és hát nem nagyon szoktam meggyújtani és gyártani ezzel a házban, viszont ennek is nagyon jó hangulatos fénye van. Itt talán kiszűrődnek a kis csillagokon, de annyira azt nem szoktam nézni. Szerintem nagyon aranyos, és hát nem tudom, elég karácsonyi, és ez is annyira nyáron nem szoktam ezt használni. A negyedik, az szintén egy lámpás, ami így néz ki, és ez is, nem, ez kikás, igen, ez is az ajándékcsomagban volt, amit a Kika küldött nekünk, egyébként nagyon aranyosak voltak, hogy küldtek. Ez viszont tele van csillagokkal, és nagyon jól néz ki, hogyha így átszűrődik rajtuk a gyertya fénye, és nekem nagyon tetszik ez is. Van még egy karácsonyi dekoráció, ami nem gyertya vagy gyertyatartó, ami egy ilyen fenyő, DIY fenyő. Ezt nem én csináltam, hanem anyukám, és nem tudom, hogy hol lett az ötletet, de nagyon tetszik. Valami hungarocell gúlát befedett színes papírral, ilyen karácsonyi mintás papírral, beledefködött arany kis gömböket, és ezt pedig beleszúrt egy cserépbe, amiben kis fenyőágok vannak, és szerintem ez nagyon jól néz ki, úgyhogy le is nyúltam a szobámba. Szerintem így elmondás alapján bárki meg tudja csinálni magának teljesen egyszerűen. Most pedig következzen a kettő DIY, amelyik közül az egyik szintén egy nem gyertyatartó, ugye ilyen gyertyaparaván lesz talán, nem is tudom, talán ez a legjobb szó rá. A lényeg ugyanez lesz, hogy ilyen szépen átszűrődnek rajta a fények. A második pedig egy csillagos girland, vagy füzér, csillagos füzér talán, ami szintén nagyon jól mutat, akármilyen szobában, vagy ajtón, vagy amit csak fel szeretnétek díszíteni. A mécses paravánhoz szükségetek lesz egy ilyen félig átlátszó papírra, aminek sajnos most a pontos nevét nem tudom, de majd a leírásba leírom, amit hobbiboltban szerezhettek be. Egy másik papírra, ami akármilyen színű és típusú, de a lényeg az, hogy kicsit vastagabb papír legyen, ilyen fél kartonpapír vagy kartonpapír, valamint vonalzóra, tollra, esetleg ilyen kis csillámokra, ezt szintén hobbiboltban szereztem be, valamint celluxra és ollóra. Első lépésként ketté kell vágni ezt a papírt, ugyanis ebből kettő ilyen mécses paraván is ki fog jönni, el kell felezni. Az nem baj, hogyha a tollnak a vonal látszik esetleg az egyik papíron, ugyanis
majd úgyis le lesz takarva az alja ezzel a másik kartonpapírral, amiből ki kell vágnunk szintén 2 darab csíkot. Ez a 2 darab csík külön-külön 4-4 cm széles kell, hogy legyen, a hosszúsága pedig ugyanakkora, mint egy A4-es papíré. Ezzel meg is van a 2-2 csík és a 2-2 paraván. Következő lépésként, először kezdjük az egyikkel, össze kell celluxoznunk a két végét így. Ezután az aljára rárakjuk majd ezt a piros csíkot így. Hogyha ez kész van, akkor az alsó csíkot rögzítjük a paraván többi részével. Ezután díszítésként rárakhatjuk ezeket a kis csillámos dolgokat. Szerintem ezek csak sima strasszok. És ezzel készen is van a mécses paravánunk. Amint kivágtam az összes kis csillagot, összefűzöm őket a csodálatos aranyszínű cérnámmal, hogy egy láncot alkossanak. És hogyha felfűztük a füzérre az összes csillagot, akkor készen is vagyunk. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, és még van hátra karácsonyi videónk, legalábbis remélhetőleg Nina fog egyet készíteni még, ami én már tudom, hogy mi lesz, és nagyon izgalmas, úgyhogy ajánlom, hogy majd azt is nézzétek meg, valamint a blogunkra is kerülnek fel a karácsonyi bejegyzések, úgyhogy azt is követhetitek. Hogyha esetleg ti is megcsináljátok ezeket a DIY-okat, akkor a képét felrakhatjátok Instagramra, és megjelölhettek minket rajta, az Instagram nevünk LinaXXPanni, valamint akár hashtaggel is beírhatjátok, hogy Lina és Panni, és mi meg tudjuk találni és megnézni, hogy ti hogy csináltatok meg ezeket a DIY-okat. Köszönjük, megnéztétek, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!